Tisztelt hallgatóság! Elkezdjük a következő előadást. Hát igyekszünk fokozni a hangulatot, mert most románsírás történetből fantasztikus dolgokat fogunk hallani. A két legrégebbi és leghitelesebb kutatóját fogjuk meghallgatni. Friedrich Klárikát és Gábor, Szakács Gábor. Nagyon régóta foglalkoznak, sőt mondhatnánk elsőként kezdték ők is a kutatást, a félvilágot bejárták ezekben, és fantasztikus nívós előadás lesz. Nagyon sok könyvük van, tankönyvük, gyermekekkel is foglalkoznak a jövő nemzedékével. Ezen kívül rengeteg zenés művet írtak, Attila nagykirályról, Hunyadi Jánosról. Ezek a CD-k kint megvásárolhatók. És a szünetben, ugye két szünet lesz, mert ugye első a Klárika után, a második a Gábor után, a kincses teremben ott lehet majd vásárolni és dedikálni fogja Klárika és Gábor a zenésműveiket, a rovás könyveket, és Klárikának van egy nagyon csodás könyve Roga királyról, ezt mindenkinek ajánlom. Hát sok szeretettel akkor megkérem Klárikát, hogy tartsa meg előadását. Ja, kikapcsolatok. Nagyon szépen köszönöm Bárdossy Ferencnek a megtisztelő meghívást és ezt a csodálatos felvezetést is, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Az első képen a himnuszt lehet látni egy nagyon szép tűzománc ábrázolásban, ez a 16. kerületi református templomban is látható, és a hazatérés templomában is egy hasonló, tehát a himnusz az előadásnak az első képe. Gáborral mindig a példaképeinket is magunkkal szoktuk vinni, hát az összeset nem tudjuk, de általában a két legnagyobb példaképünket, Torma Zsófia erdélyi régésznőt, aki a 19. században élt, a világ legelső régésznője, sajnos a világ ezt nem tudja róla, de ezért visszük mindenhova, hogy így is terjesszük az ő tudását és nagyszerűségét. Másik példaképünk Forrai Sándor, aki gyors és gépíró tanár, rovásírás kutató volt, pár éve hunyt el, és ő a rovásírásnak a 20. századi és 21. századi is legnagyobb alakja. Előadás is van róla külön, és nagy tisztelettel övezzük az ő emlékét. Roga Hun királyról, ugyanúgy, mint a rovás írásról, Ozorán nagyszüleim falujában hallottam először, és mivel érdekelt az élete, kevés anyagot, történelmi tényt tudtak szüleim, nagyszüleim mondani róla, ezért aztán a nagy könyvtárakban kezdtem kutatni utána és a krónikákban, és így fokozatosan készült el az a könyv, amelyről Feri is beszélt. Az első tanulmányom a Roga koronája 1997-ben készült, ez tulajdonképpen még csak egy kis füzetke volt. Aztán a rovásírásból a rovásírás lehetőségei, olvasás tanulás lehetőségei közül hiányzott a mese, a gyerekeknek való mese, és akkor, hogy így is Roga királyra hívjam fel a figyelmet, egy kis képzeletbeli történetet írtam. Ennek az az érdekessége, hogy először ugyanabból indultunk ki, hogy nem volt anyagi lehetőségünk grafikusra, és Gábort kértem meg, hogy rajzolja meg ennek a könyvnek a rajzait, készítse el, és aztán végül is olyan jól sikerült, hogy tehát ilyen gyerek közeli lett, mivel gyerekrajzoknak tűnnek ezek is. Az Attila ifjúsága füzetnek tulajdonképpen szintén Roga király az egyik szereplője, lényeges szereplője, ugyanis Attilát fiatal korában ő nevelte, az Attila édesapja Bendegúz igen korán meghalt, és Roga Hun király vette pártfogásába, ő nevelte fel,
és ha később elfelejteném említeni az előadásban, Rogának a nagyságát mutatja, hogy bár voltak fiai, de mégis Attilát nevelte ki utódjának, tehát Attilában látta azt a hadvezéri tehetséget, aki a Hun birodalmat egybe tudja tartani és növelni is tudja. A saját fia egyébként diplomata lett, és Attilával is nagyon jó barátságot ápolt, Attila testőre is volt, tehát Attila annyira megbízott unokatestvérében. És végül a sok kutatás alapján született meg a Roga Hun király című könyv, kevéssé ismert részletek az európai hunok történetéből. Egy kicsit nézzük a idézőjelben, ahogy a sajtóban el szokott hangzani, a nemzetközi helyzetet Roga és Attila uralkodásának idején. A hunok 370-375 táján indultak vissza Ázsiából a Kárpát-medence felé. Hangsúlyoznám a vissza szót, hiszen Krisztus előtt 800-ban itt már volt a szkitáknak egy központja, és a hunoké is egy visszatérés volt a Kárpát-medence felé. Tehát látjuk, hogy 375 és 390 között értek vissza a Kárpát-medence területére. A római birodalom helyzetéről néhány gondolat: kelet-római, nyugat-római birodalomként működött. Jelentős esemény, hogy Nagy Konstantin 313-ban engedélyezte a kereszténységet, engedélyezte a keresztény vallást a milánói ediktumban. A római birodalomnak az erejét főként a gótok elleni harcok, valamint a kereszténység és a pogányság ellentétei kötötték le. Nagy Theodosius volt egy jelentős uralkodójuk, aki 380-ban a római kereszténységet államvallássá tette, és azonban ezzel sem szűntek meg a keresztény és az úgynevezett pogány ellentétek. Belemehetnék abba a témába, hogy a pogányság mit jelentett. A pogányság igazából azt jelentett, hogy nem római keresztények, hanem például ariánus vagy manicheus keresztények, de most az előadásnak nem ez a témája. 395-ben a birodalmat felosztotta a fiai között, kelet-római, nyugat-római birodalomra oszlott ismét. A számunkra a Roga és Attila szempontjából érdekes a nyugat-római birodalomban Johannes főhivatalnok, aki néhány hónapig császár volt, a romlott életű Honorius császárt váltotta fel, valamint harmadik Valentinianus, akinek édesanyja Galla Placidia nagy Theodosius lánya volt, és édesanyja volt Honoriának, aki egyes források szerint nagyon szeretett volna Attila felesége lenni, más források szerint ez sikerült is neki, és Csaba királyfinak az édesanyja lett. Nagy Theodosiusról egy rajz, és akkor a Hun királyi család, aki a népvándorlás elindításában és a magyar nép életében rendkívül jelentős. A Roga és Attila származásáról többféle forrás létezik, többféle felfogás. Lukácsi Kristóf, katolikus pap, örmény források alapján a Pártus Arszákida dinasztiából származtatja ezt a Hun családot, és Dümmer Dezső levéltáros pedig az ázsiai Hun uralkodó Mao Tun családjából. Mao Tunnak volt ez a kínai neve, a magyar neve Beszter, Szász Béla szerint is, és több kárpát-medencei település, Beszterczebánya, Besztercsény őrzi az ő nevét. A krónikák szerint a hunok nagyon megsokasodtak, és ezért Balambér Hun király 375-ben már átkelt a Volgán, ahogy akkoriban hívták,
az régebbi neve Rá, az újabbkori neve pedig Etil, tehát Attilának a nevéhez hasonló nevet viselt, vagy pedig Attilát nevezték el erről a folyóról. Rövid idő leforgása alatt Balambér hun király az Ajdunáig érkezett, itt ütötte fel szállás területét. Balambérnak a fiai Karaton és Uldin, Karaton a hun törzsszövetség vezetője lett, és ő a Don területén maradt, tehát ezt a területet sem adták fel a visszatérő hunok. 412-ben Olimpiodorosz történetíró járt a hunoknál, járt Karatonnál is, és úgy írt Karatonról, mint aki a királyok között a legelső. Tehát már egy történetíró, aki abban a korban élt, tehát kortárs volt, királynak nevezte, sőt királyok között az elsőnek, és ha belegondolunk, hogy a hivatalos történetírás Attilát nem nevezi királynak, Árpádot is csak fejedelemnek, tehát nem adják meg hun elődeinknek, a hun királyoknak ezt a tisztes elnevezést. Uldin a nyugati hunszán vezére lett, és ő a Duna-Tisza közére helyezte már a hun központot, a nyugatra visszainduló hunok központját. Uldinnak négy fia volt, Bendegúz, vagy Mundzuk, Attila édesapja, ő 418-420 táján hunyt el, és délvidéken, itt lent látható, egy kicsit takarja ez a számítógéphez tartozó valami. Ez egy későbbi 9. illetve 11. századi térkép, csak azért, mert ezen jól be lehet látni az egész Kárpát-medencét, tehát itt ezen a déli területen Szendrő volt a Dunának az északi oldalán, Margusz pedig a déli oldalán, Margusz már a bizánci birodalomhoz tartozott. A bizánciak állandóan átcsaptak, zaklatták a hunokat, szkíta halomsírokat fosztogattak, és egy ilyen harc során hunyt el Bendegúz. És Bendegúz halála után aztán Roga vette át Attilának a nevelését. A második fiú, visszatérve, ez Szendrővára jelenlegi állapotában, visszatérve a családfára, a harmadik fiú Oktár, ő a nyugatra induló hun hadaknak volt a vezére, rendkívül jó hadvezér lehetett, hiszen már ebben az időben a hunok elérték azt a nyugati határt, az északi tengert, ameddig eljutottak. Sajnos ő annyi sok szkíta, hun és magyar elődünkhöz hasonlóan szintén cselszövés, árulás áldozata lett. Egy győztes csata után a burgundok megmérgezték, 430 táján hunyt el. Azért mutatom a Nagyszent Miklósi kincset, mert Barát Tibor történész szerint ennek a hun királynak, a Attila Oktár nevű nagybátyának volt a tulajdona a Nagyszent Miklósi kincs. A negyedik fiú Olybársz, amikor 449-ben Priszkosz rétor járt Attilánál, akkor Olybárszt is említi, és a krónikájának a töredékeiben a következőt írja Olybárszról. Másnap ismét lakomára hívott Attila, mint a múlt alkalommal éppen úgy mentünk el hozzá, és mulattunk nála, azzal a különbséggel, hogy most a kereveten mellette nem fia, hanem Olybárszius, atyai nagybátyja ült. Tehát mindazok, akiket családtagjai között, akiről beszéltem, vagy szerepelnek a családfán, történelmi személyek, akiket legalább 50-60 hiteles, és ezeknek nagy része egykorú forrás őrzi a nevüket.
Az előadásunknak a főszereplője, Roban Hund király, valószínűleg már a Kárpát-medencében született, mert nagyon sok kárpát-medencei település őrzi a nevét. Bendegúz délvidéki halála után vette ő át a hatalmat, és mint említettem, nagyon jó gyámja, nagyon jó nevelője lett Attilának. Szállás területe kezdetben a Duna-Tisza közén volt. A különböző források egyetértenek abban, hogy Roga inkább okos diplomáciával, mint haditettekkel, mint háborúskodással növelte a hatalmát és a területeit. Bizánc adóval igyekezett megnyerni a kegyeit. Évi 350 font, azaz 115 kiló aranyat fizettek a hunoknak adóban Roga királysága idején. Attila ezt duplájára emelte később, amikor hatalomra került, tehát 700 font arany adót fizetett Bizánc. Rogának köszönhető egy rendkívül jelentős esemény a 430-as években, ez pedig a Pannonia visszacsatolása a Hun birodalomhoz. Ennek az egyik visszacsatolásnak egyik lényeges szereplője volt Écius, aki római tisztviselő, római hadvezér, több nagy magas beosztást viselő római férfiú volt, azonban a származására nézve egy germán eredetű tábornoknak a fia, és ő Pannoniában született. Roga udvarában élt egy ideig, Tusznak nevezték ezeket a fiatalokat, azonban ez nem a mai Tusz fogalmát fedi, hiszen inkább vendégeskedést jelentett. Csupán akkor, amikor a két birodalom között valamilyen nézeteltérés volt, ekkor volt jelentős, a túszokkal zsarolni lehetett a másik birodalmat. De Éciusznak is rendkívül jó helyzete volt, Rogával, Attilával nagyon jó kapcsolatot alakított ki, és később többször kérte Roga segítségét hatalmának megerősítéséhez a nyugat-római birodalomban. Így például, amikor összeesküvés szőtt Honorius császár ellen, akkor is Roga 60 ezer hunnal segítette meg őt, ment a segítségére, személyesen vezette ezt a sereget Écius megsegítésére. Akkoriban Ravenna volt a Hun birodalomnak a fővárosa, és Ravenna előtt táborozott Roga 60 ezer hunnal, és nem kezdett támadásba, viszont ott állt a tábor, ott állt a 60 ezer hun, és ez így ment néhány hónapon keresztül, tehát egy idegjáték volt, és aminek a következménye az lett, hogy Galla Placidia, aki Honorius után uralkodott, a kis fia, mert akkoriban harmadik Valentinianus még gyermek volt, helyett végül is kéréssel volt kénytelen fordulni Rogához, hogy amennyiben elvonul a Hun hadsereg Ravenna alól, akkor visszacsatolják Pannoniát a hunokhoz. Tehát egy ilyen diplomáciai és vér nélküli beavatkozással sikerült elérni, hogy Pannonia, ez itt egy második századi térkép, tehát látjuk, hogy ez még akkor római terület volt, 433-ban Pannonia visszakerült a hunokhoz, tehát hosszú évszázadok után ismét az egész Kárpát-medence a magyarok elődeinek, a birodalmának a része lett. Galla Placidiáról egy rajz és a gyermekéről, aki később harmadik Valentinianus lett, és mint mondtam, ez a hölgy Honoria édesanyja. Ismét visszatérve a családra, a
Ruga 434-ben hunyt el, mégpedig Bizánc ellen tervezett háborút, ekkor sem rögtön harccal szerette volna kezdeni, hanem diplomatáját, Eszlát küldte a bizánci birodalomba, azonban semmiféle kedvező választ nem kapott, és ezért a déli határon hatalmas sereget gyűjtött össze. És ekkor azonban az egykorú híratások szerint egy villámcsapás okozta halálát, tehát a támadás elő estéjén. Hát azt szoktam gondolni, hogy a bizánci birodalomnak rendkívül jó pirotechnikai képzettsége lehetett, vagy pedig az orgyilkosai működtek nagyon jól, hiszen pontosan a támadás előestéjén Roga körülbelül 40-45 éves korában hirtelen elhunyt. A hatalmat utána, ja, hogy már ő előre elkészítette, felkészítette, átadta, Attila és Buda vette át. Ruga népszerűségét mutatja, egy pillanat, lehet, hogy igen. Tehát nagyon népszerű uralkodó volt, mind a Kárpát-medencében, mind a Kárpát-medencén kívüli területen, főleg germán területeken rendkívül népszerű volt, ugyanúgy, hogy Attila is, hiszen Attilát is megőrizték a germánoknak a népmesei történetei, a Nibelungének is megőrizte, és Ipolyi Arnold, aki legmagyarabb mitológiánkat írta, a runa és a rovás szót például Rogának Rova és Reuva névváltozatából vezette le. Itt egy kis összehasonlítás felül rovás jeleink alul a germán runák, nagy valószínűséggel a germánok a hunoktól vették át írásukat. Itt mutatnám azt a gyönyörű hun ékszert, tulajdonképpen lószerszámnak nevezik a régészek. 2016-ban került elő egy nagy hunlelet Budakeszi környékén, tehát nem messze Budapesttől, és annak a része. Azért mutatom csak a rovásírás közelében ezeket a képeket, mert ez egy rovás K betűt formáz ez a gyönyörű műalkotás. Ruga hun király néhány névváltozata, ezek mind a Kárpát-medencében, mind például Jordánesznél is előfordulnak. Kárpát-medencei település nevek is, Raka, Rava, Rigács, Rugária, Rugonfalva, Kárpát-medencén kívül Oroszország területén igen sok név kapcsolható hozzá, de még viking földön is Rogaland néven előfordul az ő neve. Sajnos napjainkban igen kevéssé ismert, ezért határoztuk el Gáborral, hogy mindenütt igyekszünk terjeszteni róla az ismereteket. Rogáról nem maradtak fent márvány szobrok, mint a római császárokról, azonban talán egy mégis fennmaradt. Ez pedig egy jelenleg erekje tartónak használják ezt a szobrocskát a Pireneusokban, a Conquesi kolostorban, és egy bizonyos Szent Foly, egy bizonyos szűz és mártír erekje tartójának használják, vagyis hogy ennek a mártírnak és szűznek a csontocskái vannak ebben a kb. 80 cm magas, csodálatos szobrocskában. Fehér Mátyás Jenő történész szerint Nagy Károly ajándékaként került ez a pireneusi kolostorba, Nagy Károly pedig az avaroktól, amikor az avarokat kirabolta, az avar kincstárat kirabolta, úgy kerülhetett Nagy Károly kezébe, majd pedig onnan a kolostorba.
Ennél tovább megy Csomor Lajos ötvös, aki a nagyszerű könyvet írt a koronáról, és véleménye szerint ezt a szobrot jelentősen átalakították, és második és ötödik század közötti Kun ötvös munkának tartja ezt a szobrot, és a véleménye az, hogy eredetileg férfit ábrázolt, ő látta is ezt a szobrot, és hogy erősen elkalapálták, tehát szakálla volt, és ezt elkalapálták, lehet is látni, mondjuk nem annyira jó itt a kép, de lehet látni, hogy bizony, hát nem egy sima arc ez, és itt például látni, hogy az állán, jobb fényképeken lehet látni, hogy az állán egyenesen lyuk van, tehát ez egy férfi szobor volt, és ezt aztán így átalakították. Itt is lehet látni ezt az elkalapált és nagyon rosszul alakított részt. Azon kívül valamit a kezében is tarthatott, ez eltűnt, tehát ugye Fehér Mátyás Jenő kikutatta, hogy a Nagy Károly ajándékaként került ide, Csomor Lajos rájött, hogy ez végeredményben egy férfi szobor volt. Hát én ehhez azt a feltételezést tettem hozzá a tiszteletre méltó kutatók után, hogy valószínűleg ez Roga Hund királyt ábrázolhatta. Az ozorán, tehát mint az előadás elején említettem, hogy Rogáról először ezen a néven, mert a hivatalos történelmi művekben Ruga néven, Ruga vagy Rua néven szerepel. Ozorán hallottam róla először, mégpedig úgy, hogy Roga királyfi a Kálvária domb alatt alszik. Ez Ozora 1948-ban készült ez a fénykép, pontosan a Kálvária dombról. És akitől még hallottam Ozorán, tehát nem csak a nagyszüleimtől, hanem Pintér André Zsigmondtól, ő egy tanító bácsi volt, aki a szomszédunkban lakott, és helytörténész volt, sok anyagot gyűjtött, többek között nála láttam először egy rovásírásos tárgyat is, egy falkanál szerűséget, néhány rovásjel volt belevésve. És ő szintén említette azt, hogy Roga Hund király esetleg Ozorán a Kálvária domb alatt van eltemetve. Itt látjuk jobb oldalon ezt a bizonyos Kálvária dombot a szántóföldekről fényképezve. Itt egy kicsit jobban látszik, más közeli fényképet nem tudtunk róla csinálni, ugyanis annyira körülveszik a házat ezt a területet. Ezt a területet, és a hivatalos történetírás szerint ez egy földvár, és jelenleg hát pályázatot adott be az önkormányzat ennek a földvárnak a kutatására, és akkor esetleg ki lehetne deríteni, hogy valóban itt van-e az a temetkezési hely, hogy feltételezésem szerint, amikor 433-ban Pannonia visszakerült a hunokhoz, akkor Roga ide tette át a székhelyét, és ezért gondolom, illetve ezért adok helyt a hagyománynak, hogy Roga a Kálvária domb alatt nyugszik. Ozora nagyon jelentős hely volt, egyébként jelentős avar központ volt 1871 táján, aztán 1969-ben is nagy feltárások folytak, még gyerekként láttam is ezeket az avar sírokat, bent a falu területén is tárták fel ezeket. Az egyik kancson, ezen a kancson, amely a Nemzeti Múzeumban látható, rovás felirat is van, szintén az ozorai fejedelem
nek a kincsei közül való avar fejedelem, láthatjuk, hogy nem pogány volt, látjuk a keresztet, a kislányának a nyakán is kereszt volt látható. A Szeged nagyszéksorsi hunkincs azért került ide, mert Kürti Béla régész szerint a nagyszéksorsi kincs Rogának vagy testvérének, Oktárnak a halotti áldozatát jelenti. A halotti áldozatnak a helye nem a sír helyet jelenti, tehát máshol van a halotti áldozat, és máshol van az uralkodónak vagy fejedelemnek a sír helye. Tehát az, hogy esetleg a régész véleménye megállja azt a helyet, hogy Roga vagy Oktár halotti áldozata Szeged nagyszéksorson talált kincsek, ez nem üti azt a véleményt, hogy esetleg Roga Ozorán van eltemetve, tehát a néphagyományt nem üti, hiszen a temetkezési hely más volt. A temetkezési helyeket általában titokban tartották, a halotti áldozat helyeit nem tartották titokban, hiszen oda lehetett elmenni, és a tiszteletüket ott tehették le a hódolói az uralkodónak. A halotti áldozatnak általában a halotti áldozat előtt megrongálták az uralkodónak a kincseit vagy személyes tárgyait, hogy más földi halandó ne használhassa azokat. Ez a kehely még tűzben is elégett, kiolvadtak belőle a kék betétek, üvegbetétek voltak. És itt pedig ez a felirat, ezen a kelyhen felirat is volt, Barát Tibor történész fejtette meg. És véleménye szerint ez a kehely az a méregpohár volt, amelyet Ildikó a nászlésszakán Attilának átnyújtott. Tehát ez feliratot így fejti meg Barát Tibor. Visszatérve, és azt hiszem, hogy 6 percem van vissza, visszatérve ismét a családfára, egy kicsit az utódokról, Attila életútját meglehetősen jól ismerjük a leírásokból. Rogának a fia Edikon, mint mondtam, ő diplomata lett, főleg Bizáncba járt, és Attilának is a testőre volt egy időben. Az ő gyermekei Odoakeres Hunwulf, vagy magyarul Hunfarkas, és közülük Odoaker személye rendkívül jelentős, tehát Roga unokájának a személye. Odoakerről általában úgy emlékeznek meg, mint római vagy germán zsoldosról, és őt magát is germánnak nevezik. Azonban Fehér Mátyás Jenős egyéb külföldi kutatók, akik a Roga könyvemben szerepelnek, Roga utódjának tartják őt, Roga unokájának vagy dédunokájának. Miért is jelentős? Mert 14 évig a nyugat-római birodalom királya lett ő, erről nagyon keveset beszél a hivatalos történelem, és őt a kelet-római birodalom is elismeri. Hogy nem germán zsoldos és nem római zsoldos, arra egy nagyon nagy bizonyíték van, hogy ez idő alatt, tehát a 14 év királysága alatt Itália területének egyharmadát Attila vitézei között felosztotta. Tehát ha germán vagy római lett volna, akkor nem Attila vitézei között osztotta volna fel ezt a területet. Sajnos ő is rendkívül népszerű uralkodó volt, Rogának ez az unokája, sajnos ő is cselszövés áldozata lett. Nagy Teodorik, akiről olyan sokat tanulnak a gyerekek az iskolában, támadásokat indított ellene, majd lakomára hívja, és ezen a lakomán lefogják Odoakert, és maga Nagy Teodorik személyesen szúrja le. Tehát megint egy árulás, megint egy ármány. És egy kis összefoglaló,
az utolsó 6 percben. Általában a történelem könyvek azt írják, köszönöm, a történelem könyvek azt írják, hogy a hunok maradéktalanul, névtelenül és hirtelen eltűntek Attila halála után. Hát ez egy bizonyos freudi vágyképzetet fejez ki. A hunok azonban nem tűntek el Attila halála után. Például a nagyszerű Fettig Nándor régész írja Népi és kulturális folytonosság a Kárpát-medencében című tanulmányában. Az Attila utáni pontuszi hunok, tehát a Fekete-tengeri hunok szervezték meg a 6. század közepe táján az Ázsiából jövő avarokat, és vezették őket Magyarországba. Tehát ha egy nép eltűnik, akkor nem tudja egy másik testvér népnek megszervezni az útját, és nem tudja őket oda vezetni. Tehát a hunok sem keleten, sem nyugaton nem tűntek el, nem olvadtak be Attila halála után. Attila nem a semmiből jött, nem a semmibe távozott. A Kárpát-medencébe, az őshazába visszatérő elődeitől, Balambértól, Karatontól, Uldintól, Bendegúztól, Rogától egy katonailag és gazdaságilag erős birodalmat vett át, már Pannoniával együtt, amely nagy nemzetközi tekintéllyel rendelkezett. A hunok történelemformáló erejét mutatja, hogy a népvándorlásnak nevezett hosszú folyamat, amelyet 375-től számítjuk, tehát amikor a hunok átlépték a Volgát, visszafelé tartva a Kárpát-medencébe, a magyarok hazaérkezéséig a 9. századig tart. Az ókor végét és a középkor kezdetét pedig attól számítja a történelem, amikor Róga unokája vagy dédunokája Odoaker Itália királya lesz 476-ban. Európa államainak többsége vagy a hunok segítségével, vagy a velük való harcokban nyerte el mai földrajzi helyzetét. A hunok nem tűntek el, folytatódtak az avarokban és a magyarokban. Pontosan úgy, ahogy egy 1455-ben írt történelmi mű, melynek címe az Attila Magyarország királya élet és halála, ezt írja. A hunok, akik avarok is, most pedig magyarok. Úgyhogy így legyen továbbra, és köszönöm szépen a figyelmet.